Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Szeptember 11-én sor került az OSB Országos Sedlő Bajnokság H csoportjának mérkőzésére, melyen a Kistelki KK és a Szegedi KKSE küzdött meg egymásra a Kistelki sportcsarnokban. Most következőkben ezt a mérkőzést tekinthetik meg.
2014-ben a Kistelki Klébersberg Művelődési Központban kerekasztal beszélgetésre került sor, melynek témája a környezettudatos vízfelhasználás volt Új Tamás előadásában. Most következő felvételünkben ezt az előadást tekinthetik meg. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai kerekasztal beszélgetésünkben. Ez a beszélgetés a DAO 511
12-2013-00-03-as azonosítószámú szociális városrehabilitációs fejlesztési a leghátrányosabb helyzetű kistérségben Kistelegen című projekt részeként jöhetett létre. Aki már volt a múltkori beszélgetésünkön, előadásunkon, az tudja, mire számít, hát a többiek, akik most jelentkeztek először, majd megtapasztalják. Remélem, mindenkinek tetszeni fog a ma este. Előadunk ismételten Új Tamás, aki az RFE képviseletében érkezett hozzánk, és a mai témánk, ugye a legutóbbi beszélgetés alapján a víz lesz, hiszen sokan ezt szerették volna, hogy erről beszéljünk. Szeretném akkor átadni Tamásnak a szót, és ha bármi kérdés van, akkor nyugodtan lehet őt zaklatni. Köszönöm szépen, ismét szeretettel köszöntök mindenkit. Akivel még nem találkoztam, annak elárulom, hogy Új Tamás vagyok, nyugodtan lehet Tamásnak szólítani. Jó, és hát valóban ma vízről lesz szó, de azért azt mondta Rózsa, hogy nem lesz meglepetés, hát szerintem egy kicsit meglepetés lesz, mert inkább videókat próbáltam hozni, illetve nyilván a videók után beszélgetni is fogunk róla. A videókat csak azért szeretném megmutatni, mert amolyan ajánlónak szeretném ezt átadni. Először az Otthonunk című filmből szeretnék egy kicsi részletet. Nem tudom, látta már valaki ezt a filmet, az Otthonunk. Fent van a YouTube-on, ingyenesen lehet nézegetni. Jó hosszú, mert 1 óra 53 perces. Viszont amiért jó, ez az, hogy teljesen végigmegy a Föld kialakulásától napjaink környezeti problémájáig, és az összes problémát sorra veszi gyakorlatilag, és nagyon jól és nagyon érthetően taglalja. Úgyhogy ezt így mindenkinek ajánlanám a figyelmébe, tehát ennyit kell csak beírni a YouTube-ba, hogy Otthonunk, és akkor ez megtekinthető ez a film. Most egy, hát bízom benne, jó helyre tekertem, egy ilyen nagyjából 2 perc lesz ebből, amit szeretném. Az élet változtatta meg a légkört. A növényi életformák a nap energiáját hasznosították, melynek segítségével felbontották a vízmolekulákat és oxigént szabadítottak fel. Az oxigén a légkörben gyűlt össze. A Földön a víz körforgása az állandó megújulás folyamata. Vízesések, vízpára, felhők, eső. Források, folyók, tengerek, óceánok, gleccserek. Sosem szakad meg a kör. Mindig azonos mennyiségű víz van a Földön. A Földön valaha élt élőlények mind ugyanazt a vizet itták. A víznek hívott csodálatos anyagot, mely az egyik legkevésbé stabil anyag. Vízként folyékony halmazállapotot vesz fel, páraként légneműt, jég formájában pedig szilárdat. A befagyott szibériai tavak felszínén megfigyelhetjük a megfagyó víz által kifejtett erőnyomait. Mivel a jég könnyebb a víznél, a felszínen marad, nem süllyed el. Védő réteget képez a hideg ellen, így a jég alatt zavartalanul folyik tovább az élet. Jelenti az élet motorját. Minden kapcsolatban áll minden mással. Semmi sem létezik önmagában. A levegő és a víz elválaszthatatlanok. Egységet alkotnak az életben és a mi életünkért a Földön. Az óceánok fölött felhők képződnek, amelyek esőt hoznak a szárazföldre. Ahonnan a folyók visszaviszik a vizet az óceánokba. Minden a megosztásról szól.
felhők közt látható zöld terület a levegő oxigén tartalmának fő forrása. Ennek az életünkhöz nélkülözhetetlen gáznak a 70%-át az óceánt elszínező algák állítják elő. Földünkön az élet alapja az egyensúly, amelyben minden egyes élőlénynek szerepe van, és minden élőlény létezése egy másik élőlény létezésétől függ. Finom, törékeny harmónia ez, amit könnyű tönkretenni. A korallok, az algák és a kagylók házasságából születnek. Az Ausztrália partjai mentén 350.000 négyzetkilométeren elterülő nagy korallzátony 1500 halfajnak, 4000 fajta puha testűnek és 400 korallfajnak ad otthont. Minden óceán egyensúlya ezeken a korallokon múlik. Sok időbe telt, míg az élet csodája a szárazföldön is megjelenhetett. A Föld milliárd években számolja az időt. Több mint 4 milliárd évre volt szüksége, hogy fákat hozzon létre. A fajok láncolatában a fák az egyik csúcspontot jelentik, élő műalkotások. Szembeszállnak a gravitációval. A fa az egyetlen olyan eleme a természetnek, amely örök mozgásban van az ég felé. Hát ennyit ízelítőnek a filmből. Érdemes megnézni, nagyon-nagyon szépen ír körül mindent, de amire felhívnám a figyelmet a kis részletből, amikor azt mondta a narrátor, hogy ugye minden összefügg mindennel, és minden hatással van mindenre, és minden egyes élőlény létezés egy másik élőlény létezésétől függ. És ugye itt jövünk képbe mi, homo sapiensek, mi emberek, ugye, és hát igencsak nagy rajtunk a felelősség, de ahogy már akik voltak az előző nap is ugye említettem, hogy igazából akkor fogjuk csak elhinni azt, hogy mekkora felelősségünk van a Földre nézve, illetve a jövőnkre nézve, amikor valamiből komoly hiányt fogunk szenvedni, vagy valami olyan komoly dolog történik, például a globális felmelegedés kapcsán, vagy akár ugye az ivóvíz hiány kapcsán, ami hát azt mondhatjuk, hogy ugye Móresre tanít minket. Ugye itt a víznél Zorán talán mindenki ismeri, csak eszembe jutott egy idézettől, hogy ahhoz, hogy tudd egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell, nem tudom, hogy ez megvan-e mindenkinek. Ugye ez egy nagyon szép, meg nagyon igaz idézet. Akkor fogjuk igazán becsülni a vizet, amikor így módon érezzük az értékét, ahogy az előbb említettem. Most még mielőtt a prezentációra rátérnénk, szeretnék mutatni egy, hát nem tudom, hogy ismeri-e valaki, Masuro Emoto, ő egy japán ember, aki elég érdekes módon foglalkozik a vízzel. Csak azért, mert gondolom, hogy ilyet úgyse nagyon néznek az emberek. Nézzük meg ezt a videót is, és akkor utána még mindenféleképpen beszélgetünk a vízről, jó? Elindítom akkor. Testünk 70%-a víz, testünk 70%-a víz, a megtermékenyített petesejt 95%-a víz. De mi a különbség víz és víz között? Miért nincs két egyforma hóvelej? A japán dr. Masaru Emoto, az alternatív gyógytudományok doktora, felfedezte, hogyan lehet a vízkristályok képét megörökíteni. Rádöbbent, hogy amint nem létezik két egyforma hóvelej, úgy a megfagyasztott vízkristályainak is ezer arca van.
Gyógyító munkám során megtapasztaltam azt, hogy a víz információval rendelkezik, és én ezt láthatóvá akartam tenni. A lefagyasztott víz kristályképét lefényképeztem, és különös világ tárult a szemem elé. Íme az első vízkristály, szépen látható, amint kifejlődik. Gyönyörű, hatszögű formája van. Először megjelenik, tovább fejlődik, majd eltűnik. A természetes, emberi kéz által még nem szennyezett vizek kristályképei lenyűgözőek. Ez a Yatsugatake hegyből származó forrásvíz nagyon szép, igazi természetes formájú víz. Tulajdonképpen minden víznek ilyennek kéne lennie. Ez a híres Lurdi forrásvíz. Ez a németországi Nordenau-ból való víz. Egyébként szent víznek nevezik. Ez pedig a svájci Maggiore-tóból származó víz kristálya. Vagy az indiai Gangesé, amely ugyan rendkívül szennyezett folyó, ennek ellenére ilyen szép kristályt képes kialakítani. Az új-zélandi Montcroup Gletscher kristályában, mintha jeges medve rajzolódna ki. Ez pedig az Antarktisz jegéből származó kristály, amely a tudósok szerint 370 ezer éves. Megnéztem, milyen a vezetékes vizek szerkezete. Nos, sajnos sok bennük a klór, ami lehetetlenné teszi a víz kristályos szerkezetének kialakulását. És ez azért baj, mert szervezetünkben az élettani folyamatok csak rendezett szerkezetű vízben zajlanak. Ha szétesett, kristályszerkezet nélküli víz kerül a szervezetbe, azt előbb át kell alakítani rendezett vízzé, és ez jelentős energiaveszteséggel jár. Szóval megnéztük a világ vezetékes vizeit. Íme például a tokiói vezetékes víz. Ebbe a vízbe a helyi szabályozások szerint sok klort kell tenni, ezért képtelen kristályt létrehozni. Ez pedig a londoni vezetékes víz. Ez meg a párizsi. Szóval minél nagyobb a metropolis, annál kevésbé szépek a vízkristályai. Sajnos a japán nagyvárosok vizei kevés kivétellel ilyen lehangoló képet mutatnak. Felmerül a kérdés, hogy voltaképpen mik is ezek a kristályok. Úgy gondolom, hogy a vízben lévő rezgések ábrái. Tehát a vízkristály a vízben lévő rezgés képe, a rezgés pedig energia, információ, ami így módon láthatóvá válik. A rezgést három tényező határozza meg. Első a rezonancia, második a tisztaság, és harmadik az azonosság törvénye. Nézzük előbb a rezonanciát. Ha megütöm ezt a hangvillát, ilyen hangot ad. Két egyforma hangulású hangvilla között rezonancia kapcsolat jön létre. Elég csak az egyiket megütnöm, az azonos hangulású hangvilla átveszi a rezgést és megszólal. Ez a hangvilla 442 Hz, vagyis csak 2 Hz különbség van a két hangvilla között. Hangzásuk is majdnem azonos, mégsem szólal meg. Csak 2 Hz, és már nem megy tovább a rezgés, vagyis az információ, pontosabban az energia. Ezért olyan szükséges a tiszta forma, mely minél tökéletesebb, annál jobban terjed benne az energia.
Így működik az információ átadás minden szinten, a sejtektől az univerzumig. Összefoglalva tehát, a hangrezgés maga az energia. A rezgésben energia rejlik. Ha a hang egyszer megáll, megszűnik a rezgés, megszűnik az élet. A szívünk is, amíg működik, ugyanígy rezgésben van, tehát életben vagyunk. Ezért én úgy mondom, a rezgés maga az élet. Emotor, amikor bemutatta a hangvilás kísérleteit, egy nagyon érdekes effektust szimbolizálta számunkra. Itt állunk mi most egymással szemben, te fölkezdteszed a kérdésedet, és én azt valamilyen rezgés szinten meg kell, hogy értsem. Ha mi teljesen más hullámhosszon működünk, vagy netán más nyelven beszélünk, és annak a rezgés formának nincs befogadó része az én oldalamról, akkor sajnos módon a kommunikáció nem jön közöttünk létre, mint ahogy két hangvilla között sem jön létre a rezgés átadás, hogyha más helyre vannak hangolva. Ha én általában csak szeretetet sugárzom feléd, és te bevő vagy a szeretetre, akkor mi egymással gyönyörűen tudunk kommunikálni nap, mint a fölhívsz, megérzem, hogy mikor fogsz telefonálni. Ha én arra vagyok ráhagolva, hogy ez az élet milyen borzasztó és pocsék, valószínűleg nem egymás hangviláit fogjuk keresni, hanem automatikusan azokat az embereket vonzom be magam köré, akiknek a hangvilájuk erre az elkeseredett alsó szintű rezgés tartományra vannak kiosztva. Tehát már is ugye a mentális kódolásunk alapvetően meghatározza, hogy milyen embercsoportokkal és milyen rezgésközösségekbe soroljuk be magunkat, és általában ezekből alakulnak ki a barátaink, vagy azok... Bár másképp fogod. Amennyiben a testünkben található 70% a vízről, hogy milyen ezekből... Testünk 70% a víz. De erről a vízről nem sokat tudunk. Amennyiben a testünkben található 70%-nyi vízről nem tudunk semmit, akkor ugyanúgy magunkról sem tudunk semmit. Minél többet tudunk meg a vízről, annál jobban ismerjük meg saját magunkat és betegségeinket, sőt, kezelési módjukat. Ha megfejtjük a víz titkát, megtudhatjuk, honnan jöttünk, és a test halála után hova megyünk vissza. A 21. század a víz százada. A megtermékenyített petesejt több mint 96% a víz, tulajdonképpen majdnem csak víz. A csecsemők 80% a felnőttek 70% a víz, az idő múlásával pedig csökken a testben lévő víz mennyisége. Az idős embereknek mindössze 50% a víz. Ha a víz mennyiség ez alá az érték alá csökken, beáll a halál, másképp fogalmazva, ha energia szintje 50% alá esik, meghal. Az élet tulajdonképpen a rend fenntartása, a halál ennek a rendnek a felbomlása. És akkor jön az, hogy a víz az élet szülőanyja, és a víz az... ...hasonlítani, és ha jó a zene egészségről, ha rossz a zene betegségről beszélhetünk. Ezért aztán, amikor a test rossz állapotba kerül, zenére van szüksége, amelynek művészi értékénél ilyenkor fontosabb gyógyító képessége. Kíváncsi voltam, vajon milyen kristályalakzatok születnek különböző zenék hatására. Zenét hallgattattam a vízzel. A hangszórók elé vizet helyeztem. Kiderült, hogy a zene rezgései megváltoztatják a víz kristályainak formáját. Ez Szmetana műve, a Moldavia hatása a vízre. Ezért, ha mi is ezt a zenét hallgatjuk, a mi testünkben levő víz is ilyen formát fog felölteni. Beethoven sors szimfóniája ilyen hatással van a vízre. Csajkovszki hagyjuk tag a zenéjének hatására, a vízkristálynak, mintha balerina formája lenne. Mozart, Mozart.
Mozart 40. szimfóniájának hatására ilyenné alakul a vízkristálya. A víz alapszerkezete tetraéder alakú. Amikor információt felvesz és lead, hatszögű formát ölt. Az információ tökéletes átadásához tehát elengedhetetlen ez a forma. Ha gyenge fizikai állapotban vagyunk, a testünkben lévő víz kristálya nem lesz hatszögletű. Esetleg 4 vagy 3 szögű, de lehet, hogy teljesen elveszti kristályos szerkezetét, ám ilyen gyönyörű zene hallgatásakor visszanyerhetjük testünk erejét. Körülbelül 10 évvel ezelőtt ebből a feltételezésből indultam ki, és sikerült is kísérleteket végeznem e területen. Kezdtem vízzel gyógyítani a betegeimet. Emoto úr, amikor ezelőtt 15 évvel rájött a gondolat gyógyító erejére, és akkor alapította meg a Hadó Intézetet. Hadó Intézet alapítója nem kisebb személyiségek, mint Jökono, vagy a delfineket ábrázoló fényképet mutattam a víznek több mint 24 órán keresztül. Jó. Na, a lényeg az, hogy Emoto nagyon sok videó ajánlom fent, úgyhogy ezt YouTube-on érdemes megnézni. Ugye van, aki azt mondja, hogy ez valótlan, van, aki azt mondja, hogy valós. Az bizonyított tény, hogy amit ő csinál, tehát hogy valóban változik a kristály szerkezete a víznek, és elég sokfajta kísérletet lehet megnézni így a neten. Például kommunikációra is változik a kristály szerkezete. Ugye azt tudjuk, hogy a víz hát tulajdonképpen a legérdekesebb anyag a Földön, és nem pusztán azért a legérdekesebb anyag, mert nem tudnánk nélküle létezni, hanem hát tulajdonképpen azért is, mert ugye nincsen semmi más, ami három halmaz állapotban előfordul természetes közegben a Földön. Tehát itt ugye a jég, a gáz és a víz, vagyis hát folyékony halmazállapot, most már csak kíváncsiságban indítom el még egyszer, nem bírom ki, hogy mi történt, és nem megy. Jó. Úgyhogy akkor ugye, hogyha vízről beszélünk, és a három halmazállapotot, ugye ezt mindenki nyilván ismeri. Ezeket, amiről a videó szól, ezekkel abszolút, tehát így kevésbé foglalkozunk, hogy a rezgések mit okoznak. Ugye ez nyilván nem csak a víznél, hanem azért majdnem minden anyagnál jelentősége van. De a víz, hát már-már bizonyos kísérletek szerint azt lehet mondani, hogy majdnem, hát idézelbe teszem azt, hogy intelligenciával rendelkezik. Valóban, hogyha ugye a zenehallgatásról volt szó, és azt tudjuk, hogy amikor még magzat ugye benn van az anya pocakjába, akkor mondják az orvosok is, hogy érdemes zenét hallgatni, és ő tulajdonképpen ugye a magzatvíz rezgéseiből éli át és érzi át a zenét. És nyilvánvalóan az, hogy a Föld 71%-a víz, az emberi test 70%-a víz, ez is egy érdekes kapcsolat. Úgy létezünk a bolygón, ahogy a bolygó létezik gyakorlatilag. Mondjuk ez lehet, hogy én fogalmaztam, de talán érthető. Ugye itt a 70-71%-ra próbáltam kitérni. Ugye a gleccserekről csak néhány szót a múltkor, hát azt hiszem, hogy egy mondatot mondtam a gleccserekről. Nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy mi az a gleccser. A gleccser az tulajdonképpen ugye a hegyen megfagyott hó- és vízréteg, ami a saját súlyánál fogva és a terepviszonyoknak megfelelően folyamatos lassú csúszó mozgást végez, és a Földön nagyon sok minden ugye ilyen körfolyamatokban játszódik le, hát a gleccserek is ilyen körfolyamatban játszódnak, ugyanis ugye mindig esik valamennyi csapadék, az megfagy, lent pedig gleccserpatak formájában olvad. Ugye a himalájai gleccserek Himalája menti folyókat táplálnak, és ugye a globális felmelegedés, hogyha visszaemlékszik valaki, amit ott mondtam róla, a globális klímaváltozásnak hívtam inkább,
Ugye a édesvízkészlet igen nagy százaléka a sarkkörű jégben és a gleccserekben található meg. És ugye az egyik legnagyobb probléma a klímaváltozás kapcsán az az, hogy ugye olvadnak a gleccserek és olvad a sarkkörű jég, vagyis a jégbezárt víz fogytán van gyakorlatilag. Mert ugye mi történik, hogyha belegondolunk, ugye a gleccser az folyamatosan olvad, táplálja a folyót. De mi történik akkor, hogyha hirtelen elkezd olvadni a gleccser? Egyszerre nagyobb mennyiségű víz kerül a folyóba, a folyó kiárad, aztán a gleccser fogy, és nem lesz mi táplálja a folyót, vagyis hát mi történik, ugye? Jön a szárazság. És az ember, ugye azt beszéltük, hogy 3 napig vagyunk körülbelül képesek víz nélkül élni, és csak ezek az olvadások, ugye az emberi lét az mindig arra sarkalt minket, hogy folyópartra, vízpartra próbáljunk meg telepedni, és pontosan ez egy elég nagy veszély a klímaváltozás kapcsán, hogy ugye mivel, hogy el fognak tűnni a gleccserek, ezért el fognak tűnni a folyók. És gyakorlatilag ez elég sok mindent veszélyeztet, egy kicsit majd később visszatérek, úgy itt a sarkkörű jeget látjuk. Ugye a vízkörforgás ott az első videó az otthonunkban. Azt csak egy pár percig mutattam azt a filmet, de érdemes végignézni, elég jól kifejtik. Ugye nagyjából az van elmondva, hogy az óceánok felett, ugye, tehát a víz folyamatosan párolog. A víz az minden hőfokon párolog. Ugye a párolgás révén felhők képződnek, a felhőket ugye elhozza a szél a szárazföld fölé, csapadék képződik, a csapadékot pedig a folyók ugye szépen vissza fogják vinni az óceánoknak, és gyakorlatilag ez a körfolyamat elméletileg ugye sosem szakad meg. A gyakorlat az elképzelhető, hogy mást fog mutatni, pontosan emiatt. Mármint a felmelegedés miatt. Ugye ezen a képen a Földet látjuk ugye egy kiterítve, hogyha a világűrből vizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy ez a kék bolygó, pontosan azért, mert ugye 71% vízünk van rajta. Ugye ez a 71% víz, ez oceanográfiai értelemben gyakorlatilag egy nagy víztömböt jelent. Ugye nyilván megkülönböztetjük a óceánokat, megkülönböztetjük a tengereket, meg hát a tavaknak, meg a folyóknak, meg hát mindennek adunk nyilván nevet. De hogyha megnézzük, akkor maga az óceánok ugye egybefüggenek, és a sarkkörű jég szintúgy. A nagy kérdés az ugye az, hogyha 71% vízünk van, akkor az tök jól hangzik. Tehát akkor nincs igazából semmi baj, mert hát rengeteg víz van. Csak a baj az az, hogy ugye az óceánok vize, az így van. Ki mondta? Én. 5-ös. Tehát így van, tehát sós, ugye? Édesvíz, igen. Sós, és az édesvíz az mindössze 2,5%. Tehát ez nagyon-nagyon csekély. És ez az édesvíz, ugye, amit használni tudunk arra, hogy öntözzünk, ígyunk, fürödjünk, meg hát ugye egyáltalán, hogy használjuk. A sós víz, ugye az igazából ki tudjuk vonni a sót, tehát működik ez a történet. Vannak is Amerikában is, a világszerte vannak már ilyen gyárak úgymond, amelyek arra szakosodnak, hogy a tengervizet sótalanítják. És ez így működne a történet, csak hogy a tudósok elkezdtek számolni, kibocsátást számoltak, azt nézték meg, hogy mekkora energia igénye van annak, hogy a sós vízből édesvizet csináljunk, és hogy ez az energia igény, ez jó-e, tehát kibocsátás, káros anyag kibocsátásban jó-e, hogyha azt csináljuk, hogy sótalanítunk, vagy jobb lenne, hogyha nem sótalanítanánk, hanem valamilyen más módszert próbálnánk meg kidolgozni arra, hogy az édesvízkészleteink megmaradjanak, mert a felmelegedés ugye az arról szól, hogy minél nagyobb a kibocsátás, annál nagyobb lesz gyakorlatilag, annál több hő marad bent a légkörbe. Ugye ezt a múltkor itt egy ábrán, nem tudom, emlékeznek-e, magyarázgattam. És az van, hogy arra jutottak, hogy ha elkezdjük nagyban csinálni azt, hogy sótalanítjuk a tengervizet, akkor sokkal hamarabb nem lesz vízünk, mert a felmelegedés
az oly mértékben fokozódna, hogy igazából nincs értelme ennek a dolognak, úgyhogy nem működik egyelőre. Nyilván majd erre biztos, hogy keresnek olyan alternatívákat, amikor megújuló energiaforrások használatával meg tudják ezt esetlegesen oldani. Egyelőre ettől jóval nagyobb energiaigény van, úgyhogy ez még nem működik. Itt látjuk ugye a föld vízkészletét, ugye a sorsvíz 97%, édesvíz 3%, ez most már egy kicsit módosult, tehát 2,5%-nyi édesvízünk van. Hát ez nem sok, hanem inkább kevés. És ugye a föld teljes édesvízkészletét nézve, ugye a hóba és jégbe zárt édesvíz az 79%. Úgyhogy, hogyha így kezdünk el gondolkodni, akkor rájövünk, hogy igazából egy szösszenet, ami nekünk használható édesvíz. Ezért aztán azt lehet mondani, hogy minden egyes embernek nagyon nagy a felelőssége abban, hogy mennyi vizet használunk. És mondjuk én ott látom a vízfelhasználásban a legnagyobb problémát, mármint hogy a vezetékes vízfelhasználásában, hogy hát nem szeretném, hogy drága legyen, de nagyon olcsó. És amíg valami nagyon olcsó, addig az emberek nem gondolnak arra, hogy az elfogyhat, vagy elveszhet, vagy bármi történhet vele, mert hát van, nem kerül sokba, ki tudjuk fizetni, aztán akkor csináljuk. Ugyanez van igazából ugye az árammal, arról beszéltem a múltkor, hogy ugye a tévéknél ezek is piros LED, ugye ez a készenléti állapot, hogy arra szoktunk gondolni, hogy jó, hát minek kapcsoljam le, amikor fillérekbe kerül. Az oké, hogy fillérekbe kerül, de hány millió tévé van mondjuk Magyarországon, és az mekkora áram igényel jár, úgyhogy a víznél valahogy ugyanígy kéne, hogy egy kicsit így globálisan gondolkodni, hogyha én meg tudok takarítani 10 liter vizet mondjuk, meg a szomszéd is, az már 20 liter, és hogyha így megyünk egyre tovább, akkor ugye ez egy óriási vízmegtakarítást eredményez. Ezt a képet már a múltkor is ugye mutattam. Hát Afrika és India tulajdonképpen a legsúlyosabb helyzetben lévő terület az ivóvízhiány kapcsán. Az ENSZ ugye kiadott egy jelentést, amiben az áll, hogy a világon jelenleg az a helyzet, hogy 6 emberből egynek nem jut tiszta ivóvíz. Hát ez egy arányszám, nyilván nem itt minden hatodik, de a világon ez a helyzet. Az azért eléggé elszomorító. És azt is tudjuk talán, ugye, hogy 3 liter vízbevitele lenne jó naponta. Tehát az lenne a pozitív, és akkor tényleg visszatöltenénk magunkat, és lenne bőven energiánk, nem fájna a fejünk, stb. Nekünk ez simán meg is lehet. Tehát ezt mi meg tudjuk oldani, hogy 3 liter vizet megígyunk. A vízhiányos területeken ezt abszolút nem. Tehát ahol napi 6 liter víz jut egy embernek, ott nagyon nehezen iszik abból 3-at. És ráadásul a minőségben iszonyatos, hogy mondjuk Afrikában mit lehet tapasztalni a vízzel kapcsolatban. Egyébként ezt most mondom, mert elfelejtem, hogy szerettem volna, csak ma ilyen rohanós napom volt, és elfelejtettem. De szerettem volna mindenkinek hozni víztakarékos csakbetét, tehát ezt a jövő alkalom, nem tudom mikor lesz a következő alkalom, de majd lesz úgyis kommunikálva, akkor mindenkinek hozni fogok egy ilyen csomagot, amiben van zuhanybetét, meg csapbetét, 2 darab csapbetét, 1 zuhanybetét, tehát ilyen csomagot tudok majd hozni. Ez ilyen 30%-kal csökkenti a vízfelhasználást, 50 óráig oldalmi mértük, úgyhogy annál azért kevesebb. Jó, hát ezt is mutattam talán. Ugye a különbség a víz és víz között, ugye a pur ez a tisztát jelenti franciául, a másik kézben pedig az a víz van, amit ugye ott ők tudnak fogyasztani, meg inni. Hát alapvetően, hát nem akarom ragozni, aminek. Ugye jó, elég erősen látszik a különbség. Hát elég sok dokumentumfilmet is lehet találni ezzel kapcsolatban, érdemes is rákeresni esetleg így a YouTube-on. A Vízvilág napjára 2 éve, sajnos nincs nálam a film, de 2 éve készült egy film, ahol nagyon szépen mutatják azt, hogy Afrika, a közép-afrikai régióban, hogy gyakorlatilag a vízért már kialakultak ilyen, hát nem is háborúk, de kisebb harcok folynak a vízért, és hogy
hogyan mennek vízért és hogy jutnak vízhez. 5 kilométert sétálgatnak naponta azért, hogy ilyen meg ehhez hasonló kutakból tudjanak hazavinni vizet. Ezért hiányoznak mondjuk a gyerekek az iskolából, a szülők a munkából, már ugye akinek van, mert hát azt tudjuk, hogy ott azért a körülmények egészen mások, mint itt. És ami nagyon fontos, hogy ugye a mezőgazdaság viszi el az édesvíz készlet, hát mondjuk így, hogy kb. 80%-át az öntözés. Ugye miért öntözünk? Hát, hogy tudjunk enni, ez nyilvánvaló. A mezőgazdaságban nyilvánvaló, hogy csak édesvíz használható az öntözésre. Az esővíz is persze használható, meg használják is, de ugye a legtöbb esetben, hogyha nagy, tehát nagyban beszélgetünk róla, akkor mondjuk folyók vizét használják fel, és mindösszesen 80% körülbelül, amit a mezőgazdasági öntözésre használunk. Na most ugye otthon hát elég sokféle fajta felhasználás csak van a víznek. Aki a múltkori előadáson itt volt, hoztam ilyen üvegeket. Uf, megvan? És ugye azt derítettük ki, nagyon szépen, meg ügyesen, hogy 53% víz, tehát 53%-a a teljes vízfelhasználásunknak helyettesíthető lenne ugye esővízzel. És akkor nem mondtam még, de most mondom, hogy ugye a szürke víz az tisztítható. Tehát felfogják, például Hollandiában nagyon jellemző, hogy felfogják az esővizet, mert ugye akkor azt mondtuk, hogy a fürdés, a tisztálkodás, volt egy ilyen üveg, hogy tisztálkodás, azt hiszem, hogy viszonylag magas volt a szám, és azt mondtuk, hogy azt ne, tehát azt ne helyettesítsük esővízzel, és végül is igaz, persze, de alapvetően helyettesíthető. A Hollandiában most már elég nagy divat az, hogy vannak ilyen szürke víz tisztító berendezések. Magyarországon is lehet kapni. Pesten van is egy olyan ismerős, akinek a felesége ezzel foglalkozik, csak hát olyan árban van, ami igazából nem, tehát egy magánszemély nem hiszem, hogy használni tudja, de tehát ilyen több millió forintba kerül az, hogy az esővízből mondjuk hát nem is ivóvíz minőséget csináljunk, de fürdésre mindenféleképpen alkalmas vizet nyerjünk. És tehát ez, ilyen megoldások nyilván vannak, illetve ugye talán a klóros meg a kemény vízről beszéltünk ugye, hogy mennyire jó, hogyha a mosógépbe esővizet próbálunk megbevezetni, hiszen ugye nincsen klórtartalom, nincsen, tehát ez egy lágy víz gyakorlatilag, és nyugodtan tudunk vele mosni. És ugye vannak ilyen különböző vízlágyító berendezések, amiket mondjuk nagyon célszerű használni, főleg, hogyha otthon kemény vizet mérünk, nálunk például nagyon kemény, mondjuk még sincsen vízlágyítónk még, de alapvetően törekszem rá, hogy majd legyen. Érdemes ezeket a dolgokat is figyelmelni. Ugye, hogyha kertben fürdünk, akkor hát azt lehet mondani, hogy pocsékolunk gyakorlatilag, mert nagyjából egy ilyen 150 liter vizet elfogyasztunk. Nyilván attól függ, meddig töltöttük a kádat, meg mekkora kádunk van. Tehát a kádban való fürdés helyett, hogyha zuhanyzunk, az mindenféleképpen jó, főleg akkor nagyon jó, hogyha mondjuk ilyen pellátort teszünk a zuhanyhoz, vagy olyan víztakarékos csapbetétet, amit majd a következő alkalomra mindenkinek hozni fogok. Ugye a kézmosásnál nagyon praktikus, meg egyszerű a történet, addig folyassuk, ameddig kell, tehát nem kell itt a 3,5 percig csak mosni, hanem itt is elég sok vizet lehet megtakarítani. És ahogy mondtam, tehát hogy ne azt nézzük, hogy egy pohár vizet takarítottunk meg, hanem hogy az mi, tehát hogy az nagyon kevés, meg hát az most minek, hanem úgy nézzük, hogy egy kicsit globálisabban, hogy ha én megtakarítottam egy pohárral, meg tudom én még XY is egy pohárral, az már két pohár, és hogyha ezt így csinálnánk mindannyian, akkor a 100 liter víz lenne. Ugye mindig erre célszerű meg érdemes gondolni. A fogmosásnál szintén ugyanez igaz. A WC-nél ott most már elég sokfajta megoldás van. Ugye vannak ezek a hagyományos lehúzós
WC tartályok. Azt lehúzom, aztán leöblíti az egész vizet, az ilyen 8-10 liter vízzel öbli. Az nagyon-nagyon sok. Tehát, hogy mondtam, mondjuk Afrikában ugye 6 liter üt egy átlag felnőttnek, úgyhogy ahhoz képest egy WC lehúzása az nagyon sok. Vannak ezek a víztakarékos tartályok. Nem egy bonyolult összeg, mert szerintem ilyen mondjuk max 10.000 forintért, mert elég jókat lehet vásárolni. Két gomb van, illetve van egy olyan funkció, hogy ameddig nyomom, addig folyat. Ugye az egyik gomb 3 liter, a másik gomb az 6 literrel öblít, és van egy olyan lehetőség, hogy ameddig nyomom, addig öblít. Tehát itt mondjuk elég sokat lehet megtakarítani. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy a WC lehúzásra 38, tehát a teljes vízfelhasználásból a WC lehúzásra 38% vizet használunk, akkor az azt lehet mondani, hogy brutálisan sok. Meg hát logikus is, igaz, mert hát nyilván WC-re muszáj járnunk. Úgyhogy itt mondtuk azt, hogy a legpraktikusabb lenne esővízzel helyettesíteni. Nyilván ezek nem olyan, hát van egy bekerülési költség, meg csak azt tudja igazából, mert csak nem panelba lakik, de hogyha jól tudom, itt kis teleken talán mindenki inkább kertes házban, ugye? Vagy családi házban. Úgyhogy itt nyilván ez könnyedén megvalósítható, hogy ilyen kis házi vízművel mondjuk bevezetni. Azért nem csináljuk egyébként, vagy azért nem csinálják az emberek, mert olcsó a víz, ahogy mondtam. Tehát addig meg minek? Mert ugye az, hogy a WC-t mivel húzom, de az Isten igazából mondjuk mindegy lenne. Háztartási gépek meg berendezések esetében, amik vízzel működnek, ugye hát ilyen a mosogatógép, a mosógép, és hát a szárítógépek közül is nagyon sok úgy működik, ugye, hogy vízzel hűti vissza magát a dobot. Hogy mit érdemes nézni, meg mit érdemes figyelni, ugye mindegy, ha bemegyünk egy ilyen áruházba, ezeket a termékeket úgy hívják, hogy fehér áru, és akkor mindegyiken van egy energia címke. Energia címkén ott ugye azt látjuk, hogy milyen energiaosztályba tartozik. Nyilván most már ilyen A+, meg A++, meg nem tudom, meg még a fölötti pluszok is vannak. De alapvetően hamis adatot elméletileg ugye nem adhat meg a gyártó. És hogyha megyünk végig egy mosógép energia címkén, akkor ugye azt látjuk, hogy mekkora árammal dolgozik, illetve mennyi vizet fogyaszt. Nagyjából egy mosási ciklusra azt lehet mondani, hogy egy modern mosógép az ilyen 45-50 liter vízzel működik. Tehát egy mosásnál fogyaszt ennyit. Nyilvánvalóan, hogyha ezt is ugye első vízzel megpróbálnánk helyettesíteni, akkor nem csak azért jó, mert ugye nem kell kalgon, hanem nyilván azért is jó, mert hát megint 50 literre mínuszba lennénk. A mosogatógép az viszont sokkal jobb, mint a kézi mosogatás, víz felhasználás szempontjából. Ugye ott kettő dolgot kell nézni, hogy nem csak vizet fogyasztunk, hanem áramot is. Tehát itt szintén ugye az energia címkén érdemes végigfutni. Az E+-os gépek azok már nagyon jók, és nagyjából ilyen 11 és 15 liter víz között fogyaszt egy átlag mosogatógép, ami ez a 12 terítékes. És ugye a 12 terítéket, mindenki tudja, hogy 12 kistányér, 12 nagytányér, stb. Ugye alapvetően az, hogy ezeket el tudjuk mosogatni mondjuk ilyen 12-15 liter vízzel, és még meg is van szárítva, és hát nyilván attól függ, hogy milyen a mosogatógépünk, de elméletileg ugye ragyogóan vesszük ki. Ez nagyon szuper dolog, mert hogyha elkezdenénk ugyanezt a mennyiséget a mosogatóba csinálni, tehát ugye az egyik felén elkezdem mosogatni a kis habos vízzel, a másik felén leöblítem, aztán letörlöm, akkor ez 25 liter víz alatt nem úszható meg. Tehát a mosogatógép az mondjuk egy praktikus beruházás vízfelhasználás szempontjából is, meg nyilván hát a hölgyeknek a kezének kímélése szempontjából is mindenféleképpen jó. Aztán ami még háztartási gép és vizet fogyaszt, ugye ez a szárítógépe. Hát a szárítógép az abban az esetben ajánlott, hogyha nincs rá lehetőség egyszerűen, hogy szárítsak, tehát nem tudok kiteregetni, meg nem tudom megoldani semmilyen módon, akkor nagyon jó, illetve hogyha egészség,
hogyha nagyon mondjuk nagyon kicsi a fürdő, és esetleg penészednek a dolgok, és akkor még plusz párát ráküldök, az nem biztos, hogy jó, tehát ilyen esetben ajánlott, de egyébként meg elég sok 60 liter vízzel hűtik vissza magukat azok a fajták, amelyek úgy működnek, hogy vissza kell küldsék a dobot. Jó, hát ugye itt azt látjuk még, hogy mire használunk vizet. Nyilván az ilyen ablakmosás, tehát ezeket én nem nagyon akarom kiemelni, hát arra használjunk. A kerti öntözés, ugye ezt is beszéltük, hogy a kerti öntözés az mindösszesen csak 2% vizet viszel, de alapvetően, mert mint a 100% felhasználásból, de alapvetően az viszont a legjobb, hogyha esővízzel van megoldva, hiszen ugye természetes vízéset annál nincs is jobb a növényeknek. Az ivás és a főzés az nyilvánvalóan nem, az abszolút nem helyettesíthető esővízzel, és az utolsó az pedig ez a mindenfélét ugye lemosunk. Ugye amikor megmostam a kezem, vagy használtam ezt-azt, akkor lefolyik a víz a csatornába, és sok minden történik vele, de a lényeg az, hogy ugye nagyjából az történik, hogy visszakerül a természetes élővizekbe. És csak nagyon-nagyon kis százaléka lesz újra felhasználva ennek a víznek. Tehát érdemes utána nézni, meg érdemes átgondolni azt, hogy hogyan tudnánk esetleg újrahasznosítani a vizet, vagy mire tudnánk újrahasznosítani a vizet. Mert ugye például egy kádban lévő, tudom én, 150 liter vizet, azt tudom például automosásra használni. Hát most nyilván attól függ, hogy mennyire voltam koszos, de alapvetően tudhatom. Aztán ugye nagyon sok ilyen apróság van, hogy érdemes azon gondolkodni, hogy miképp tudom összegyűjteni a felhasznált vizemet, és azt mire tudom felhasználni. Ugye ez a másik oldala a történetnek, hogy egyszer az esővizet fel fogom bevezetem, de amikor csak vizet használok, akkor tudok-e azzal valamit még kezdeni, tudom-e valamire használni, vagy tudom-e tisztítani bármi módon, és ez mondjuk egy elég fontos kérdés. Mert ugye ez a másik oldala annak, hogy hogyan tudunk még takarékoskodni a vízzel. Jó, ezeket talán mutattam, ugye ilyet fogok hozni, ugyanez van most nekünk. Nem tudom hányan lehetünk, azt hiszem, hogy 30 vagy 40 darabunk van, de szerintem biztos elég lesz. Tehát ilyet tudok hozni, ezt mi most be is tettük a csapba és hát nézegettük. Egyetlen dolog, ami fontos lesz ennél, hogy néha meg kell nézni, mert ugye a kemény víz az vízkövesedést okoz, és akkor ennek ilyen nagyon kicsi kis ilyen lukak vannak rajta, és ezt előbb-utóbb eldugítják. Nálunk még nem dugított el, mert ugye talán egy hete kaptuk ezeket a betéteket, és azóta használjuk. Úgyhogy még nem, de ezt mondták, hogy erre érdemes odafigyelni, hogyha nincsen lágyítva a víz. A jobb oldali képen pedig ugye itt, ja, ezek a pellátorok, ezek sem drága dolgok. Ez is ugyanúgy működik, hogy így rá kell tekerni a csapra gyakorlatilag, és akkor ugye oxigént kever a vízhez, és hát érzetre ugyanannyi víz jön, de úgy érezzük azt, hogy olyan, hát hogy is mondjuk, sejmeset talán, vagy... Termegyszerű. Nem jön annyi. Hát, de, tehát, hogy igen, de... Hát nem is permetszerű. Na jó, legyen permetszerű. De nem permetszerű, igazából nem folyik, csak úgy érezzük, hogy olyan lágy, vagy olyan, igen. Ugye ezek a általános ilyen WC tartály megoldások, amik már ilyen kicsit modernebbek, ugye ezt megnyomom, akkor ameddig nyomom, addig jön a víz. Ugye ezeknél van az, hogy 3 liter, 6 liter, ez szintén olyan, hogy nyomom, és akkor addig jön, ameddig nyomom, és ez szintén ez a kisebb és nagyobb lehúzási lehetőség van. Jó. Ugye, hogy mit igyunk?
Ez egy nagy kérdés. A boron kívül. Sör. Sör, jó? Ez egyet tudok érteni. Igen. Tehát egy sört. Na most az van egyébként, hogy egy jó pohár sör, az nyáron nagyon jól esik, csak hogy vizet van el a szervezettől, az alkoholtartalom miatt. Ezt sokáig nem hittem el, de igaz. És hát az van, hogy ugye az emberi test, hát 75%-a víz. Ugye ez a víz, ez folyamatosan párolog belőlünk, és ezt folyamatosan pótolnunk kell. A pótlásra a legjobb az nyilván a víz. Belül ugye a bor is egészséges, meg a sör is egyébként. Tényleg, csak hát ugye mértékkel nyilván, tehát hogy azért túl sok nem jó belőle. De vízzel kéne mindenféleképpen pótolnunk a folyadékvesztést. A legjobb víz, hát az a sarkörű víz lenne, de elég nehezen jutunk hozzá, gondolom. Úgyhogy az ásványvizekben bízhatunk nagyon. Ugye az ásványvíz az azért ásványvíz, mert hogy magas ásványanyag tartalommal rendelkezik, és az ásványanyagokra bizony nagy szüksége van a szervezetünknek, de hát magára a tiszta vízre is. Ugye ez a, hogy miért jó, ugye ezek itt vannak, tehát tápanyagot és oxigént szállít a sejtekhez, nedvesíti a beleégzett levegőt, támogatja a és akkor ugye nagyon fontos, hogy védi a szerveket, és ugye pótolja, tehát gyakorlatilag az izomzat fejlődéséhez elengedhetetlen. Tehát minden, azt lehet mondani, hogy minden testi szükségletünkhöz elengedhetetlen az, hogy megfelelő mennyiségben fogyasszunk vizet. Ugye a fiatalok nagyon nagy előnyben részesítik a kólát, igaz? Vagy nem? Hát ti vagyok, nem. De nem jó. Igen, jó volt? Nem jó a kóla. De nem jó, így van. De nem csak a kóla nem jó egyébként, hanem semmi olyan... Ja, tessék! És lehet, hogy nem láttam, de éreztem. Volt egy ilyen kóla rezgés felém, és már... Na, szóval a lényeg, hogy nem mindegy tényleg, hogy mit iszunk. Tehát ez a nagyon nagy cukortartalom nem jó. Nem hittem el sokáig. A 2,5 éves a gyerekem túl sok cukrot vízbe hiperaktív lesz, tehát teljesen látom rajta. Ez húsvét után nagyon-nagyon lejött nekem. Tehát ez az összes nyuszi csoki, meg... Vásárolni. Annyit nem kellett volna vásárolni. Nem, hát ugye rokonok, meg ahol voltunk locsolni, hát ott mindenki csak csokit adott neki. És tehát túl sok cukor az nem jó. Ezt nem csak csokival tudjuk bevinni, meg édességekkel, hanem ugye a cukor az ott üdítőkkel is. És nyilvánvalóan a cukorbetegség, tehát a diabétesz az egy másik történet lenne, de érdemes arról is egyébként meghallgatni egy előadást, mert nagyon könnyen lehet belesodródni abba a dologba. Na, ígyunk meg napi 3 liter vizet. Majd arra gondoltam, hogy tartani fogunk egy pici szünetet, és megpróbálom megkeresni egy angol újságnál dolgozó újságíró. Azt csináltam, nem hitte el az, hogy napi 3 liter vizet megiszik, akkor bármi is történik vele, csak azt mondta, hogy valószínűleg többet kell majd pisilni, aztán nagyjából ennyi. És azt vállalta, hogy most meg kell keressem a cikket, de hogy 2 vagy 3 hónapon keresztül napi 3 liter vizet fog fogyasztani, és a végére azt akarom megmutatni csak, hogy milyen változást ért el, tehát elképesztő fiatalodott egy 5-10 évet szerintem a hölgy. Tehát nagyon-nagyon fontos, feltölti a pólusokat gyakorlatilag.
Következő adásunkat szeptember 18-án pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti Mozaik című magazinműsorunkkal, valamint aktuális rendezvényfelvételeinkkel jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, míg pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!